Áder, sikerült elkerülni a legrosszabbat. Több intézkedést javasol a kormány a lakásáfa csökkentése mellett a gazdaság élénkítésére. Sesták, hazánk jelentősen növelni a direkt uniós források lehívását. A Magyar Honvédség katonái segítik a Mikulás gyár munkáját. Köszöntöm Önöket, Tóth Mihály Nikolett vagyok. Már is mondom a részleteket a nagyvilágból, az országból. Itt a Rádió Orienten. Párizs legnagyobb erénye, hogy sikerült letérni a klímaváltozás okozta katasztrófák felé vezető útról, de ez még nem a globális felmelegedés megállítása, Áder János köztársasági elnök szerint, aki hétfőn budapesti sajtótájékoztatóján értékelte az ENSZ 21. klímakonferenciáján Párizsban aláírt megállapodást. Több intézkedést, így a mozi üzemeltetés szabályainak változását, a helyi adók felhasználásának új szabályait a főváros és a külterületi forrás megosztásnál, a bíróságok elektronikus elérhetőségét is tartalmazza, az egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról hétfőn beterjesztett törvényjavaslat, amely lehetővé teszi az új lakások áfájának 5%-ra való csökkentését. A jelenlegi 7 éves európai fejlesztési ciklusban 150-250 milliárd forint direkt fejlesztési forrás szeretne lehívni Magyarország a korábbi időszak 9-10 milliárdos összegével szemben, közölte a Nemzeti Fejlesztési Miniszter hétfőn Zalaegerszegen. A Magyar Honvédség katonái segítik 5 napon keresztül a Mikulás gyár elnevezésű karitatív akciót a budapesti 56-osok terén, mondta el az MT-nek Bozó Tibor dandártábornok, a Magyar Honvédség altiszti akadémiai parancsnoka hétfőn a helyszínen. Ma is többnyire felhős, borongós, helyenként tartósabban párás ködös idő várható, csak kevés helyen süthet ki a nap. A légmozgás nem lesz jelentős, valamint számottevő csapadék sem várható. Napközben 1-6 fok várható, a tartósabban ködös tájakon viszont ettől hidegebb lehet. Köszönöm a figyelmüket, a Rádió Orient híreit hallották, hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezem.